Köszöntöm a kedves tévénézőket és a mai vendégemet, Pirok Gábor, kaszkadőrt és kaszkadőr szakértőt. Hát te az egyik legismertebb ember vagy ebben a szakmában, és természetesen arról beszélgetünk, mint minden adásban én igyekszem olyanokat meghívni, akik könyvet írnak, és itt van mellettem egy nagyon súlyos, nehéz könyv, meg kell neked mondanom, akárcsak a mondani valója, hiszen rengeteg képpel van dúsítva, ez a Hollywoodland, ami már a második kötete egy trilógiának, hiszen a Kaszkadőrnek születtem volt az első kötet, és most készülsz a harmadikra, és mint említettem, nagyon sok képpel tarkítva a te életed, a te történeteid, a te világjárásod, a te ismertséged, a te kapcsolataid, rengeteg közismert színművésszel, ugye filmművésszel, akikkel te találkoztál, de hát én azt gondolom, hogy ezt olvassák el, tehát ne is annyira magát a könyvet idézzük, hanem arról beszéljünk, hogy neked, aki hát bizony most már egy férfinál a szem el lehet árulni, hogy a 70. X belépett, de hogy még most nyugodtan is tele vagy tervekkel, és nem sokára, persze azért beszélünk a könyvről is, az nem lehet kihagyni, hogy most is van egy kész forgatókönyved, amit nem sokára forgatni fogtok. Kezdjük innen, a jövőből. Jövőben látsz, ugye, nagyon jó, hogy a Nemzeti Filmintézettől kaptunk pénzt, hát pályázni kellett. Az első pályázat, aztán valahogy nem jutottunk túl, illetve túl jutottunk egy-két fordulón, az volt a címe, szinte ugyanaz a könyv, hogy mi leszel, a nagy leszel. És akkor kicsit átírtam a könyvet, kicsit még beletettem több rosszaságot. Mert ugye ez akkor a te gyerekkorod, ami az én gyerekkorom, ez egy korrajz, 1953-ban kezdődik a történet, ahogy én megszülettem, Csillaghegyen születtem, édesapám a Tefunál volt sofőr, teherautósofőr, és akkor a orvos elszalad, egy szomszéd kisgyerek elszalad az orvosért, közben meg a szomszéd asszonyok segítségével édesanyám megszült engem. Akkor megjött az orvos, kezelésbe vette a babát, megjött édesapám a Cseppel teherautóval. Uh-huh. Akkor a szomszédok már mondták neki, hogy Rudikám, siess, mert halljuk, mert bömböl a baba. Akkor apám bemegy, van egy kutyánk, a Fifi kutya, mindig volt kutyánk. Most is van, épp ezt akartam mondani, hogy kutya az mindig van. Mindig ott a könyvben is, a uh-huh. kutya az nagyon fontos, nekünk mindig az életünkben, a család életében. És meg az állatok is, majd erről is mesék, a lovak is természetesen. A kutya ott körbeugrál mindenkit, akkor beszállnak a Cseppel teherautóban, mondja az orvos, hogy be kell vinni édesámat a városba, és akkor a Cseppel teherautó nekilódul, és a Hari, a szomszéd srác, aki jön velünk, ő a paton ül, mert csak ott jutott neki helyt, a teherautó hátulján, a Fifi kutyával, és ott vannak ilyen öreg újságok, és megnéz egyik újságot, látjuk 1953. Sztálin földobja a levegőbe, örül, hogy indulunk, a teherautó meglódul, és akkor dobálja ezeket az újságokat, és az újságok, a korabeli dokumentum fotók, jön 1954 pajtáshajó elsüllyedt, 55 Sztálin, vagy a... Bizony, ilyen is volt, hogy elsüllyedtek hajó. Churchill lemondott, 56 a magyar forradalom, és itt eljutunk 1964-ig, és akkor hát egy kép, hogy iskolai rosszaságokat látunk, akkor... Jordán Adél, Szacsvai László... Igen, és akkor remek tehát szereposztás van lesz. Egy osztályfőnöki óra, ahol a Jordán Adél az osztályfőnök, ilyen Miss Gulch, az Óza Csodák Csodájából a boszorkány típus. Nevelőnő, igen. Nevelőnő, és rendkívül szigorú, a gyerekek hátra, tehát kézzel ülnek, meg sem moccanhatnak, nagyon szigorú. És a osztályfőnök órán azt különböző tablókat mutat a gyerekeknek, munkás, tűzoltó, katona, rendőr, hogy az a téma, hogy mi leszel, a nagy leszel. És hogy ebből fognak majd dolgozatot írni, meg hogy megkérdezi a gyerekeket, hogy ki mi szeretne lenni, akkor felszólítja az egyik gyereket, mondja, hogy óvónő szeretne lenni, a másik gyerek, hogy tűzoltó, ma apukája is tűzoltó, és én a Gábor, az meg rajzol, firkál egy füzetben, nem figyel. És akkor így rajzolok ilyen háborús jelenetet, akkor az osztályfőnök ráteszi, mert vonalazó van a kezébe,
hogy Gábor, nem figyelsz. És akkor ráközelítünk a rajzra, akkor látjuk egy háborús jelenetet, látunk dokumentumfilmeket, hogy az oroszok meg a németek lövik egymást ott ezt a repülők, és akkor halljuk a hangját az osztályfőnöknek, hogy Gábor, és akkor fölriadok, miről beszélgettünk, persze fogalmam sincs, miről beszélgettünk, akkor az egyik gyerek padalról odasúgja, hogy azt szerette volna mondani, hogy utcaseprő szeretne lenni. Na, akkor nagy röhögés, de akkor az osztályfőnök rendetterem. A lényeg az, hogy elmondom, hogy a nagybátyám is ugyanezt kérdezte a hétvégén, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. És én azt mondtam, hogy légtornás. És azt mondta a nagybátyám, hogy égigörő álmok, Gáborkám, csak innet kell benne. És az nagyon tetszik az osztályfőnöknek, és azt mondja, hogy hallottátok, gyerekek, milyen szép mondatot mondott a Gábor? És oda megy a táblára, és fölírja, égigörő álmok. És ezt követjük a kezét, és ez lesz a főcím. Hát az egész életed ilyen, és akkor így elindul álmaid voltak. Egy történet, a iskolai rosszaságok, aminek a vége az, hogy leugrok egy napernyővel, ellopok egy napernyőt, a pedelőt. Végre, mint kaszkadőr is megjelensz, nem csak, mint író. Hát 11 évesen. Így van, de ez minden egyes kockája, amiről most beszélek, ez megtörtént. És ugye kiváló a szereposztása, nem fejeztem be, tehát ülnek hárman, a szüleim, a Odor Kristóf a apuka, és a Rudolf Szonya, az édesanyámat játsza. Akkor van a bátyám... Rudolf Teti lánya, Kristóf megjátszott itt a Budaörsi Latinovics Színházban. Igen. Úgyhogy most ugye majd kell egy kisbabát, egy újszült kisbabát szerveznünk, de ott most már megvan a kapcsolat. És a bátyám, aki 2 éves, az írom, hogy a kis ágyba bömböl, de senki nem törődik vele állva. És a unoka testvéremnek van most egy 1,5 éves, majd kicsit idősebb kisfia, és most együtt húsvét osztunk, és hogyha elveszed tőle a kaját, akkor az elkezd bömbölni. Úgyhogy már megvan már a szereplő, megvan. A gyerek szereplő is megvan. Megvan, akkor Fifi kutya is megvan, azt egy alapítványtól hozzuk, Kóborka alapítványtól, a Horváth Barbara, egy nagyon régi a Horváth Balázsnak, Mestéri Juditnak a lánya, ő fölajánlotta a segítségét, tehát a Fifi kutya is megvan, úgyhogy ezerre dolgozunk most. Pont szerdán lesz az első ilyen nagy produkciós leülés. Visszatérve a könyvre, mint mondottam, hogy rengeteg sztori történet van, amivel te színesítetted, de az egész életet, tehát hogy szokták mondani, mindenkinek készregény, de tiéd aztán teljesen, mert olyan mutatványokban vettél részt, és ugye mesélted a lovakat, meg én nem is gondoltam volna annyira, hogy vannak ezek a kaszkadőr bemutatók, hogy nem csak a filmek vannak, nem csak a hollywoodi óriási nagy pannók, meg a magyar filmek, ugye Andy Vajnával például a Kincsem, vagy ugye amit mindig emlegetsz, és aminre nagyon büszke, vagy a Titanic, amiben szerepeltél, hanem hogy az, hogy életveszély, és hogy sokat voltál életveszélyben, de hála jó Istennek, semmi maradandó nem maradt utána, amiket megtettél, de hogy te ezt az örökké felfokozott adrenalinban való élést, ezt te most például így ennyi idősen, hogy látod, vagy hogy éled meg, vagy örülnél neki, ha valamelyik családtagod szintén ugyanezt a pályát választaná? Hát kezdjük akkor hátul, hát egyáltalán nem ülnék. Ugye az első alomból van egy ági lányom, most 47 éves lesz a nyáron, és szerencsére ő mellé futott a kaszkadőpályának, hála Istennek, úgyhogy kiválóan beszél angolul, meg németül, és egy banknak dolgozik. És a domonkos fiam ugye a második alomból, ő kiválóan squashról, sportol, sokszor jött velem forgatni, elvittem magammal, de igazából nem szokott be a tornaterembe. És ennek nagyon örülök, mert elég egy örült a családba. Tehát hogy úgy érzed, hogy ez a hivatás, ez egy olyan őrültséget, idézőjelben mondott őrültséget kíván, hogy valaki annyira merész legyen, annyira nagy álmokat kergessen, annyira az egész életével, a testével, mindennel 100%-ig benne legyen egy produkcióban, és sokszor ugye hónapokat távol a családjától, hogy ez egy nagyon megterhelő dolog. Ez mindenféleképpen tudni, ha mindig a toppon dolgozol, tehát az élen. Ugye van egy alapcsapat, egy nagy akciófilmben, ott abban benne vagy az alapcsapatban,
akkor egymás után csinálod a legnagyobb akciókat. Fölrobbansz, fölborulsz az autóval, leesel, fölhúznak kötéllel, és így tovább. Hány méterről estél a vízbe? Mi volt az, amit... Volt, hogy valamit nem vállaltál a könyvben olvasom, ja, nem, hogy igen, az már túl magas volt. De mit tudom, egy pár méterre lejjebb az, akkor azt mondod, hogy az már azért nem, megy. 26 méterre, akkor lehet egy fejest ugrani vízbe. Én a K-hidról már ugrottam fejest, az 20 méter. Hát az nagyon ritkán ugranak már 20 méter fölött fejest ezek a Acapulco ugrott, mindenki talpast ugrik. Vagy hogyha habos a víz, ugye lehetetlen szikráról, akkor ugye a víz megtörik a víznek a felülete, és így aztán nem sérül meg az ugró ember. De azt se azért nem vállaltam el, mert hogy meghátráltam a feladatot, nem volt idő felkészülni. Tehát azért ezekre a dolgokra fel kell készülni. Jött a következő produkció, meg a következő. Persze, és akkor következő. Pont a Titanicot fejeztük be, tehát nem tudtam volna emelni rendesen a terepszemlére, nem volt idő, és főleg a fejesre kellett volna fölkészülni, nem volt idő, de aztán volt másik munkám is egyébként. A lovak szerelme, igen, és hát a lovakkal való kaszkadőrség, arról mindenképp beszéljünk. Ha nem vagy, csak visszatérve, hiába vagy felkészülve, és egyszerűen felrobbant a pirotechnikus, olyan is volt az Indiana Jones kalandjában, az arcomban belerobbantottak egy bombát, mielőtt még elindult volna a felvétel, tehát egy műszaki hiba miatt rád esik a ló. Egyszerűen nem óhatatlanul előfordul a másik kollégádnak a lova. Neked is volt a kezeddel valami, ugye egy lóbaleset, hát rengeteg. Írom, és olyan hosszú sérülés is van, akkor mondták, hogy most már fejezem be, most már beszéljek róla. De egyszerűen, mint egy profi futballista, vagy egy, ugye, hát egy kézlabdajátékost, óhatatlan, hogy előbb-utóbb valami bajod van, fölrúgnak, rádesnek, megsérülsz, de nálunk sokkal fokozottabb, mert mindig többször kell végrehajtani egy akciót. Nagyon ritka az, hogy Ikaros busszal beugrottam a Dunába, jó, azt egyszer meg tudtuk csinálni. Leugrottam ugye 60 méterről, azt 56 méternek hirdették Kassai téren a dobozokba. Vagy amikor a Biatróbágyon a viaduton leugrok a mozgó kamióra. Tehát ezek ilyen rendkívül kiemelt akciók, de sokszor van olyan, hogy négyszer kell, vagy ötször ugyanúgy oda buktatni a lovadat, a Kleopátrába kellett csinálni, vagy a Mumia című filmbe. És akkor nem megy oda a ló, de jön egy robbanás, vagy egy másik lovas letarol, vagy rádesik valaki, egy másik kaszkadőr. Tehát óhatatlan valami történik, mert hiába számítjuk ki, hiába próbáljuk be, egyszerűen vannak olyan dolgok, amit nem tudsz egyszerűen bekalkulálni. Hát ez a kockázat, és ezt a kockázatot próbáljuk meg lecsökkenteni. Most csak a ló, ugye megkérted, hogy a ló... Hát meg, ugye, hogy neked is volt saját... Volt saját lóvaim, lovad, ugye, amikor elkezdtük a szabadidőparkozást Németországban 1982-ben, akkor meg kellett venni, saját lovat kellett venni. Akkor mérjék drágán a termelőszövetkezettől megvásároltuk a lovat. Hát képzeld el, akkor 50 ezer forintot kért a TS a lóért, akkoriba. És akkor volt egy kaszkadőr gázsi, azt hiszem 1000 forint volt. Egy kaszkadőr gázsi, egy napi gázsi, tehát 50-szeres kaszkadőr gázsi lehetett volna venni, most körülbelül 100 ezer forint, vagy nem tudom mennyi egy kaszkadőr gázsi, most azt szorosz be 50-nel. Tehát, hogy egy vagyont kellett fizetni, és a lóért nem volt pénzem. Hát azért dolgozgattunk akkor már egészen kezdtem, megcsináltuk a Semmi Pánik című filmet, vagy már elkezdtem dolgozni a Lindában, tehát akkor élve vagy halva már egy csomó nagy filmet dolgoztam, akkor már kezdtem úgy megvetni a lábamat az élkaszkadőrök között. De nem volt annyi pénzünk, hogy kölcsönből kellett ugye megvásárolni a lovat, nem tudtuk kiszállítani a lovat, tehát nem sikerült megoldani a lovasztályítást, és akkor elkezdtünk dolgozni nyugaton, különböző szabadidőparkokban, a Mancinei Volovammal. És több mint 10 éven keresztül dolgoztam vele, kerestük a Bulgáriától kezdve, még 80-ban előzőleg, mielőtt megvettem volna, már én vele dolgoztam, vele lovagoltam, vagy rajta lovagoltam, és akkor több mint 10 éven keresztül volt hűséges társam, és bejártuk félvilágot, a holland királynő lejött gratulált nekünk. 85-ben Hágában volt egy hatalmas lovasfesztivál, ott is felléptünk, meg mindenfele Európába. Mondd, a kaszkadőr bemutatóknak a koreográfiáját, azt is te csináltad? Igen. Végig? Hát tehát minden? Tehát nem csak lovakkal, más módon is. Tehát, mert ez körben a világban, ennek van keletje, ennek most is van keletje. Hogyne, abszolút. Tehát
vannak nagy hollywoodi stúdiók, ugye mondjuk az Universal filmstúdió, ahol rendszeresen, nem folyamatosan egész évben mennek ilyen bemutatók. Most a Miami Vice Show volt, akkor a, most a Vízi uh-huh. világ, akkor uh-huh. Conan a barbár, a Terminátor, a Múmia, tehát ezekben a mind kaszkadőrök dolgoznak. Ez igazából az előszobája a filmforgatásnak. De nagyon sok kaszkadőr jön először valamilyen kaszkadősóba dolgozni, Acapulcosóba ugrik, ugye a Bob Brown, aki a másik könyvem elején ugrik ki, egy égve ugrik egy 60 méteres házból Los Angelesbe. Ő Acapulco ugró volt, vagy az a Joey Box, akivel le vagyok fotózva a Titanic kapcsán, ott a könyvbe, ő is Acapulco ugró volt, tehát 20-30 méter magasra ugrottak medencébe különböző figurákat. És akkor ugye keresett egy kis pénzt, összeismerkedett a kaszkadőrökkel, és akkor elindult a kaszkadőr pályán. Hát ezek a kaszkadősok kiválóak arra, hogy gyakoroljunk a kaszkadőr csapatnak, van egyrészt folyamatosan formába tartja őket, másrészt keresnek egy kis zseppénzt, de a legfontosabb az, hogy együtt van a csapat, és gyakorolunk. Tehát én állítom össze, hogy mit kell csinálniuk, ugyanazt a kaszkadőr felszerelést használjuk, amit a forgatásokon, ugyanazt kell csinálni, amit a forgatáson, de mégis megismételhető, és nem kell annyira ugye, félniük, vagy tartaniuk attól, hogy esetleg a rendező leszúrja őket legfeljebb én. Tehát azért van egy kis könnyebbség benne, de ugyanazt és ugyanúgy csináljuk, és sokkal könnyebben be tudnak így integrálódni a filmforgatási munkákba. Számomra az is érdekes volt, miközben olvastam a könyvedet, hogy viszonyulnak hozzátok a nagy sztárok. Tehát, hogy a Schwarzenegger jó barátod, hogy együtt voltál Brad Pitt-tel és Angelina Jolie-val. Tehát például Bruce Willis az inkább olyan magának való, igen, és nem jó, törődik igen. annyira veletek. Tehát így megismerjük egy kicsit ezeket ember közelből, te általad, ezeket a nagy világsztárokat is ebből a könyvből. Én sokszor elmondom ezt, ők ugyanolyan emberek. A maguk kis hitűségükkel, a jópofoságukkal, visszahúzódóak vagy szociálisak, kedvesek vagy mogorvák, de ugyanúgy nagyon ne... De Schwarzeneggerrel például barátságba kerültünk. Hát nagyon jó barátságba kerültünk. Most ez nem egy napi barátság, de ha most itt besétál az ajtón, mm-hmm. akkor azt mondja, Gabor! De jó lenne. Igen, tehát tudja, ki vagyok, megismer, megölel, óriási, csodálatos levelet írt, azt már többször lenyilatkoztam, valami olyan gyönyörű levelet írt, fölvette nekem a telefont, ami szinte egyedülálló dolog volt. Hogy ő személyesen kommunikálja. Igen, igen, a titkárnője mondta, nincs ott, közben keresztül. Ott volt, akkor elkért a telefon, beszéltünk, így megkaptam a gyönyörű levelet, ami segített az amerikai munkavállásomhoz. Több levelet kell gyűjteni, nem csak de az ő levele is nyilván nagyon sokat segített, és teniszeztünk, akkor a Andy Vajnával nagyon jobban voltam, az első könyvben nem írtam. Laktál is nála. Hát ugye azt most már sajnos elvesztettük Andy, de most már nyugodtan lehet publikus, hogy én náluk laktam 6 évig, együtt főzött nekem, isteni szakács volt Andy, használtam a motorkerékpárját. Kérdezem, mondom, Andy, ott van a Harley Davidson, azt mondja, fölületek, hát persze, azt mondja, nyugodtan. Akkor volt a domokos fiam, ott mentük a zsudon, ledobtam a motorkerékpárról, nehogy elessünk együtt. Hát a motorral is, autóval is ugyanúgy. Igen, hát erről is sokat írjuk, a négy a kaszkadő fő kategória, hogy a gyalogos. Tehát mondjuk itt van egy valaki, berohanna ide, és akkor kapnék egy pofont a hátra bukfet, ezek egy gyalogos kaszkadő munka. De ugyanezt megtörtént lóval, az ja, már lóvas. Lóvas, ugye, ha most bejön egy motoros, beugratna az ablakon, volt ilyen is, vagy kiugratna, a motorra az a motoros kaszkadőr. Ugyanez autóval történik, akkor az autós. Tehát vannak az összefonódások. És minél, mindegyiket magas minél, szinten művelted. Én nagyon, igen, most nem hencegek, de tényleg. Tehát kora gyerekkoromtól kezdve bicikli volt először, dongó motorkerékpár, ha hallott, hogy egy emlékszerre, úgy gyorskerék meghajtás. A nagybátyámtól kaptam a Pirok Lacitól, csodálatos ember, még ő a legidősebb Pirok, most a családban 85 éves lesz. Ő hozott nekünk karácsonyra a gyerekkoromban egy dongó motorkerékpár. Utána volt Danovia motorkerékpárunk, cseh-szlovák motorkerékpárunk, egész sokáig
29 éves korom még motorkerékpároztam. Akkor volt először autóm, képzeld el, 29 évesen, és azt is Németországban vettem. Körülbelül az én fiamnál is így lesz, mert nálunk is motorkerékpár az első, és majd csak valamikor igen, lesz hát persze, de autó. Németországban vettem egy ócska Opelt, amikor a Tivoli szabadidőparkban dolgoztunk, akkor ott ugye a honlap végén kaptuk a pénzt, és akkor vettem egy ilyen lepukkant ócska Opelt. Mondd, sohasem kísérted meg az, hogy kint maradj? Érdekes, Németországban is lett volna esélyem 82-ben, hogy kimaradjak, mert én nagyon jól futballoztam. És volt saját foci csapatom, ezt is ugye írom a könyvben, meg mindig volt kaszkodő foci. Most csak rendbe jövök, lesz megint kaszkodő foci. Imádtuk játszani életre, halálra megyesték ki, a veszély csapat fizeti a büfét, meg a Duma. Az Rika, hát az a legjobb benne, de a játék, a közös azért játék. Azért mondhatod, hogy most már jobban leszek, mert hogy nemrég megéltél egy szívinfarktust, hát amiből igen, hál' Istennek 100%-ig lekopogjuk, meggyógyultál. Így van, óriási. Pontosan. Tehát akkor jöhet újra a futball is. Hát igen. Ez... Tehát, hogy a külföld, tehát, hogy Amerika és a Hollywood, ugye, hát a Hollywoodland. Ez mögötte, az nem minden úgy fénylik, ahogy látszik. Tehát egyszerűen hát nyilván én minden meg kell dolgozni, tehát a sikerül, meg az, hogy itt beszélgethessünk meg, hogy ez a könyv is létrejött, és szerencsére a Buki a dömögém át, mert első könyv magánkiadásba jött ki. De azért tényleg ezt nem... említsük is meg a Bukkiadót, igen, ez... mert nagyon szép kiállításunk, csodálatos, gyönyörűen van egy kreatív van csapat, így tényleg, van. És az igazgató, a szép laki Péter, ők csillaghegyi, és ott tehát meg volt a kapcsolat, az ismeretség. Igen, és ők, a apuka mondta, hogy beszélgettünk, mondta az írásaimról, mert ő is a Kölösi Csoma Sándor gimnáziumba járt, és beszélgettünk az írásaimról, és akkor mondta, hogy figyelj, hát az én fiam, az neki kiadója van. És akkor így összejöttünk, nagyon tetszett nekik, de nyilvánvaló, hogyha nem jó a cucc, akkor nem. Hát akkor és nekem nagyon fontos az, hogy jó dolgot kell csinálni, mert különben nem éri meg. Csak ez mindenben így van az életről. Tehát ott tartottunk, hogy nem kísértett meg soha az, hogy kint élj. Igen, hogy ezt a könyvben is írtam, ugye, hogy nem. Németországban a foci kapcsán, az ESZP-ben, mikor a Winnetou Színházban dolgoztunk, akkor lejártam edzésre, volt ott egy héten két szabadnapunk, akkor lejártam az öreg fiúkkal focizni, és elvittek egyszer hétvégén egy mérkőzésre, mert úgy volt, hogy vasárnap, tehát háromkor volt eladás, utána nem volt, de lényeg az, hogy ott fociztam az ESZP-i öreg fiúk csapatába, és megnyertük a meccset 2-0, én rúgtam a két gólt, és ott felajánlották, hogy maradjak ott a családommal. Szóval nem mint kaszkadőrnek hívtak, nem. Hanem mint futballistának. De akkor tudtam volna nyáron, tehát egyenes utam lett mind volna. Mind a kettőt tudtad volna mivel. Tehát nyáron dolgoztam volna a színházba, vagy mert ugye nem csak ott van előszezonban is, mert rengeteg munka van egy ilyen színházban, tehát ott a traktort kell vezetni, meg mindent, tehát ott tudtam volna ott dolgozni, és ugyanakkor a csapatban tudtam volna futballozni, kaptam volna a lakást, akkor már meg volt ágilányom. Hát kint tudtuk volna, de soha nem akartam kimaradni, és később, amikor Amerikában is ugye kint laktam, és saját lábra álltam, és nem volt könnyű, tehát bérelni apartmant és megélni, az nagyon nehéz, meg itthon is egy háztartást fenntartani. De soha nem, én magyar gyerek vagyok, ezt ugye a Imrének a műsorában is. Luther Imre műsorában a Otthon Csillaghegyen című versemet elszavalta, és az egy csodálatos vers, és én magyar gyerek vagyok, tehát itt vele, Amerika is jó, meg jó utazni, meg minden, de olyan mélyre nyúlnak a gyökereim, hogy azt nem lehet onnan kihúzni őket. Említsük meg néhány olyan nagyon-nagyon sikeres magyar filmet, mint például a Kincsem, hát az csodálatos, vagy a Szabadságszerelem. Tehát egy jó néhányat mondhatunk, amik a te nevedhez erősen kötődnek. És hát gondolom Nagy Ervin is nagyon nagy szeretettel gondol rá, meg nem, az egész persze. Forgatásra. Miniszter Fidelé például, de sikerfilm volt. Óriás, hát állandóan látjuk most is. Szabadságszerelem. És büszke vagyok rá, hogy ezeket a filmeket mindén csináltam. Én voltam a kaszkadőr szakértője, és ott van a kezem nyoma ezeken a filmeken.
Azt mondd meg nekem, hogy a kaszkadőr, hát hogy azt most tudjuk, hogy mi, meg csodálattal nézünk téged, meg a csapatot, de mint szakértőként mostanában mi az a különlegesség, amivel még pluszba kell foglalkoznod? Tehát mi változott ebben a hivatásban az elmúlt években, vagy még nagyobbak ezek a kihívások? Alapvetően semmi igazából. Ami nagyon jelentős és észrevehető változás, a technikai háttér. Tehát bejöttek olyan gépek, amik régebben nem voltak. Erre gondolok. Most pont a napokban, hát Orzsaszodák csodája, hát az egyik kedvenc filmem. Most tehát megint volt húsvétkor, most, igen. Hát például. Ugye látjuk, hogy repülnek el a majmok. Ugye, és repül a boszorkány is. Tehát azt is a stúdióban kötelekkel húzigálták az emberek, repültek el. Na most ma már ugyanígy repülnek a Tom Cruise, de komputer által vezérelt csörlő viszi a színészeket vagy a kaszkadőröket. Tehát kiugrik a szalmaemben az ablakon, mint egy gumiasztalról. Most ugyanez van, hogy van egy olyan dobbantó, amit nitrogénnel működtetnek, vagy sűrített levegővel rálépsz, és elrepít. Akkor ugye van az, hogy mondjuk hanyat dobtad magadat, akkor mondjuk kézből húzták az embert, ugyanezt egy gép, egy hihetetlen nagy ilyen dugattyúval ellátott egy gép húzza egy, nem is tudom magyarul, egy berántó készülék. És ezt föl kell, úgy mondják angolul, a kaszkadő technika, hát fixálja, de most úgy mondják, hogy fölriggeli. Tehát van egy fő rigger, egy rigger koordinátor, és annak van egy csapata, azok is kaszkadőrök. És ők rakják föl ezeket a köteleket. Most itt volt a Borderland produkció, aminek én voltam a magyar szakértője, és a Farkas Balázs és a Tamási Levente csapata voltak, akik a riggerek, és hatalmas darukról lógtak kötelek, és a két blanchettet reptették a jelenetbe. Tehát fölhúzták x méter magasra a színésznőt, aztán amikor már rázosabb jelenet volt, egyik ilyen hatalmas nagy teherautó tetejéről át kellett ugrani a másikra, azt már a dublőrök csinálták már, ott már volt dublőre. Te tehát nagyon sok színű vagy. Meg, tehát ebbe a technikai háttérbe jött, mint értem, ahogy a gépkocsik, vagy a mindenbe jött hihetetlen fejlődés, de ugyanez a lovasnál nem szembetűnő, mert ugyanazok a dolgok vannak, mint amit a Jakima kanuték használtak, amikor a Ben Hur című filmet forgatták. És mikor volt az már? 59-ben. Így van. Pontosan. Azt mondtam, hogy nagyon sokszínű vagy, tehát, hogy te a kaszkadőrség mellett színészkedtél is. Meg hát lássék, forgatókönyvet is írsz. Tehát nem csak egyfajta munkával éled ki magad, hanem úgy mindenfelé, ami ebben kapcsolatos a filmmel, a művészettel, a igen, szerepléssel. Igen. Nagyon, nagyon jó érzés, és nagyon jó dolog, amikor úgy alkalmaznak, mint színészt. Mondjuk mondok egy példát, a Vic Armstrong, akivel a Emlékmás című filmet forgattam először életemből, bekerültem ugye abba a filmbe, az egy csodatörténet, Mexikóvárosban forgattuk 1989-ben, ugye ott voltam 3 hónapot, aztán még mentem Amerikába, de hát ugye előtte voltam Amerikában, úgy kerültem be az Emlékmásba. Tehát ő a Vic Armstrong utána alkalmazott engem szinte minden nagy filmjébe. És a Indiana Jones kalandjai című tévéfilmsorozatban a Lucasfilm stúdió forgatta, ott kaptam egy szerepet, egy bécsi titkos rendőr vagyok. Még volt is szövegem, mert faladunk, kergetjük a fiatal Indiana Jones-t, Bécsen keresztül Kasul, de Prágában volt a felvétel egyébként. Tehát még ez nagyon jó érzés, ilyen kaszkadőr elemekkel. Akkor a Royce című filmben a James Belushival egy horvát katonát játszok. Vagy, tehát több olyan filmben, amit írom, a Halál a sekély vízbe, az a kedvencem, egy KGB ügynököt alakítom. De meg kell jegyeznem, hogy nagyon gyenge színész vagyok, tehát ez egy szakma. Mert nagyon jó, kiváló kaszkadőr, de igazából
Kicsit ezért meg kell tanulni azt is a szakmát. Mint hát ahogy, az is egy hivatás, de egy külön nagyon, hivatás, van persze. Nagyon jó színész kreditem. Az IMDb-ben 17 vagy 20 filmben voltam megjelölve, mint színész. És isteni volt dolgozni. Én azt hittem, hogy semmi pánik. De elfogadható, de igazából látom a színészek közötti különbséget, hogy persze, ez egy nagyon komoly szakma. Persze, ők se kaszkadőrködnek. Igen, de mivel hogy nem annyira nem értenek hozzá. Jelentős a szerepünk, uh-huh. meg mit tudom én, ezért simán elmentünk, mert a kaszkadőr elemekkel volt mindig fűszerezve. Persze. De az írás az viszont egy másik kávéház, mert azt is meg kell tanulni, és azt direkt tanultam és gyakoroltam. Tehát, ez látszik is a könyvben, és olvassák is el. Itt vannak különböző fogalmak. Én szeretném, ha ezekből ötöt kihúznál, és ami az eszedbe jut, azt elmondanád nekünk. Itt a piros, hol a piros? Itt a piros, hol a piros, így van. Egyszerre húzzam ki az ötöt? Teljesen mindegy, ahogy gondolod. Húzz akkor egyenként. Oké. Okay. Nevetés, tehát szétröhögöm magamat. Nagyon jó ez a... Butch Cassidy és a Sundance Kid, amikor bemennek a bankba, és nem tudja elmondani a bankrablást, és Seattle-ről olvassa föl, hogy hé, hombre, adjátok ide a pénzt. Tehát ez a nevetés, ez óriási. Ez te rád is jelenti. A nevetés, az a humor, a vicc, ez könyvben is rengeteg. Épp ezt akartam mondani, hogy nagyon sok humoros történet van, és látszik is, hogy egy nagyon... humoros személyiség vagy. A mákos tészta, hát te tudod, milyen történet jut elő szemben, közben meg röhögök, mert volt a nevetés, hogy a nagybátyám 56-os egyetemi mozgalomban részt vett, mint Szolnokon tanársegéd, és kapott 6 évet. Ő hozta föl a Nagy Imrének a szolnokiak üzenetét, őt bízták meg. Én tisztalibeből vagyok. Elhiszem. És ő mindig egy másságot képviselt, tehát a nyíltan nem helyezkedett szembe a rendszerrel, de nem tetszett neki az a fajta kommunizmus, szocializmus. A lényeg az, hogy kapott 6 évet, és benn voltunk édesanyámmal a Markó utcába, és láttuk sorba, hát emlékszem, 5-6 éves lehettem. És kérdeztem a édesanyámat, hogy miért van itt a Józsi nagybátyám? Azt mondta, azért, mert nem ettem meg a mákos tésztát. És elhittem, képzeld el, gasztronómia. Óriási. De te magad szeretsz főzni? Tessék? Szeretsz főzni? Nem. Vagy inkább enni szeretsz? Hát konyha nem az én világom. Igen, mert mondtad, hogy Andy Vajnának főzött. Tojásrántotta, megcsinálom igen, azt. Tea, igen, tejbegríz. Pénztelenség. Hihet, erről voltak, még figyelj, több órát beszélgethetnénk. Voltak nagyon nehéz időszakok. Nagyon-nagyon. Mikor jártunk ki Sződligetre, Menyus barátommal, 1980-ban kezdtünk oda a Pintér Tamást ismét a Oroszlának a csapatába dolgoztunk. Akkor nem volt annyi pénzünk, hogy felszálljunk ketten egy távolsági buszra. És akkor kijátszottuk, kisnobbiztuk, hogy melyikünk menjen ki lovagolni. Pénztelenség. Hál' Istennek ez most annyira nem tessék. Érint téged. Igen. Sport! Na látod, mondom, hogy nem véletlenül ki jaj, mit bocsánat, húz. Igen, óvatosan, mert ott van a, a mikrofon. Gyakorlatot csinálni. Igen, igen. Az az én édesapámtól örököltem a sport szeretetét, enélkül a kaszkadők szakma sem működik. Minden a sportolók, Tarsolyacsival teniszezem, most vasárnap megyünk játszani. Ez csodálatos világ, egyszerűen minden, ami sport. Az jöhet, és a magyarok kiválóak, mi nyertük a legtöbb olimpiai aranyérmet a lakossághoz viszonyítva. Sport, isteni. Igen, és akkor van az utolsó, azt hiszem. Na, akkor nézzük a következőt. Sikertelenség. Ez számomra ismeretlen. Látod, ezért kell kihúzni ezt. Úgyhogy köszönöm, hogy elhívtatok. Egy dolgot még megkérek tőled, itt van a könyved, a legvégén van egy vers, nem majd azt utána, azt a pici verset, hiszen ez sem hát is ismert rólad, hogy elmondhatom te, a saját versemet. Igen, hogy elmondhatod a saját versedet. Ez nagyon megtisztelő. Úgyhogy én nagyon szeretném azt a köszönetet. Azt hiszem köszönet az a címem. Legfelemelőbb. Úgyhogy, mert ezt nem igazán tudják rólad, hogy verset is. Azt mondja, hogy a... Igen, Széklaki Péternek írtam, de nem csak neki, hanem mindenkinek, aki szereti az otthonát és szereti a hazáját. Otthon Csillaghegyen. Fájdalmasan nehéz a lélek,
amikor távol, külföldön élek. Hiányzik a Duna hullámzása, a játék, teniszlabdák pattogása. A vonal végén szomorú a hangom, a háttérből a gyerekek hangját hallom. Honvágyam repít, haza, haza, szeretteim ugranak a nyakamba. Fotók, festmények a falon, kertünkből virág az asztalon. Van kandalló is, ropog a tűz, a kedvenc karosszékedben ülsz. A kutya tagja a családnak, ő vigyázza, őrzi a házat. A feleségem, a jobbik felem, csillaghullás, ha nincs velem. A családom, beteljesült álom, múlik az idő, de nem bánom. Isteni a teremtő, mégis halandó. Otthon, otthon az, ami állandó. Nagyon szépen köszönöm. Én és köszönöm, a beszélgetést is neked, és majd a harmadik kötetnél újra találkozunk. Igen, kedves hát most nézőink. Előbb a mese jön ki, a Donáro Gyöngyház hercege. Így van. És utána jön a harmadik kötet, és a... Nagyon és kiadó ez, tovább, a kiadó tovább, csodákat tovább. Művel, nagyon jó társaság, imádom a kreatív csapatát. Add is ide a könyvedet, ide teszem az ölembe. Köszönöm, Mágikát. Hogy lássuk, én is nagyon köszönöm. Kedves nézőink, a Színtér mai vendége, Pirok Gábor, kaszkadőr szakértő, a világon az egyik legismertebb magyar ebben a szakmában. Elköszön a szerkesztő műsorvezető, Linka Ágnes.